Márki-Zay Péter az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje írta alá elsőként azt a gyűjtőívet, mely az összefogás által népszavazásra bocsátott két kérdésben a Fudan Egyetem Magyarországi Iskolájának építése és a munkanélküli járadék időbeni meghosszabbításának tárgyában kéri ki a lakosság véleményét. A Bátaszéki kampány vidéki nyitórendezvénye volt, melyen részt vettek az ellenzéki összefogás dél-dunántúli országgyűlési képviselőjelöltjei. Miniszterelnök jelöltjük szerint ez a térség a rendszerváltás egyik nagy vesztese. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb vesztese az elmúlt 30 évnek. Az talán Tolna kevésbé, én azt gondolom Baranya mindenképpen közötte van ezeknek a területeknek, Békés, tehát itt a déli régióban, és hát sajnos sok más régió is, de különösen ezek a déli régiók, ezek nagyon komoly lemaradásban vannak még a Magyarországhoz képest is. Magyarország pedig sajnos az Európai Unión belül is a legszegényebb, pontosabban azon belül a legtöbb szegény emberrel rendelkező ország. 75% a magyaroknak uniós szegénységi küszöb alatt él. Ez sokkal rosszabb adat, mint az összes többi ország, Bulgáriát, Romániát is beleértve. Bozsonyik Róbert, az ellenzéki összefogás dél-dunántúli koordinátora azt mondta, közös gondolkodásuk eredményezheti azt, hogy a régió elindulhat egy fejlődési folyamatban. A Fudan Egyetem és az egyetemi vádos ügye csak látszólag budapesti kérdést tette hozzá Bozsonyik Róbert, hiszen a vidéki gyerekeknek is biztosítana majd a diákváros szállás lehetőséget. Én azt gondolom, hogy minden vidéki település szempontjából fontos esemény volt ez, hogy miniszterelnök jelölt úr egy vidéki településen írta alá azt a népszavazás kezdeményező aláírá ívet, aminek az egyik fő kérdése az tényleg a jövőnkről, nevezetesen egy budapesti diákvárosról szól. Hiszen a kormányzatnak az a szándéka, hogy nem egy olyan diákvárost épít, ami a magyar fiatalok jövője szempontjából fontos, megfelelő, olcsó, jó minőségi szállás lehetőséggel és minden olyan körülménnyel, ami a jövőbe fektetett lehetőségét biztosítaná számunkra, hanem egy kommunista ország egyetemét szeretné megvalósítani, és annak feltételrendszerét egy olyan országba, ami szakított a kommunizmussal. Tehát ennek nagyon-nagyon fontos üzenete van, hiszen mi vidékiek tudjuk igazán igénybe venni a diákvárosnak a lehetőségeit, hiszen vidékről mennek majd fel a fiataljaink, és veszik igénybe a főiskola és egyetemi oktatást. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy véli, a népszavazáshoz szükséges 200 000 aláírás jövő év januárjában rendelkezésre áll majd.